Jó estét kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm Önöket a labdarúgó OTP Bankliga második fordulójából. Az ország két legeredményesebb vidéki klubja találkozik egymással. A Győri Eto fogadja a Debrecen együttesét. És jónak tűnik a passza, egyelőre nincs fent az asszisztens zászlaja. Ez Zicser Győri oldalon, Krivokapics kénytelen visszahúzni, de jön Skvarka, Bumba is ott van, és Ferenci szerel. És elengedte a labdát, Skvarka nem volt neki igazán jó. És mire Bumba átvette, addigra odaért Ferenci. Ezúttal Bumbát választja. Bumbának a Nyíregyháza ellen rögtön az első percben volt egy nagy lehetősége. Szép megmozdulással próbálkozott. Megyeri azért könnyedén fogta, csak le kellett gördülnie a vendégek kapusának. Dominguez nyesi középre, Ruiz meg könnyedén lehúzza. Felé a labda, mélyen a kapu elé, Lagator fejeli ki, Verához kerül, Vera lövi el! Nagy védés! Itt a kifejelt labda, merre veszi Vera? És bizony befért volna a léc alá. Nem sokat teketóriázott. Lagator nem találta el igazán jól. Anton átnyesi a hosszú oldalra, ott a csúsztatott fejes, Bitritől. Csontos. Bal lábbal először csak bemutatta a lövést, másodszor ellövi, Megyeri véd. Még egyet tol a labdán Csontos, és itt van ez a bizonyos Megyeri védés. Most kapja a labdát, ballal középre rúgja! Nem sikerült kapura irányítani a fejest Krivokapicsnak. Jól néz ki eddig hazai részről, Krivokapics, Megyeri véd! Célba vette a hosszú alsót, és leér Megyeri. Élesen a kapu elé, Megyeri üti el a debrecenieké. Itt az iménti, ahogy ő tekeri középre, van is érkező, Ruiz! Az előző szezonban 27 találkozón két gólt szerzett. A szerb első osztályban a debreceniek védője. Ezután nem találja el igazán jól a labdát, de befért volna a léc alá. Debreceni dobás. Bedobásból nincsen les, Bárány tette vissza Domingueshez. Domingues! Micsoda pofátlan gólt rugott Domingues! Próbálta olvasni a játékot Ruiz. Domingues meg látta a kimozduló kapust, és megszerezte a vezetést a Debrecennek. Na nézzük meg még egyszer, ő kapja vissza a labdát, és látja, hogy Ruiz kimozdul a kapujából. Bárány készíti le Domingesnek, aki estében ballal. Hát ez óriási kapushiba. Talán lecsúszik a labda Domingues lábáról, de pont így jó a Debrecennek. 8 méterre a kaputól, Lagator fölé fejel. Dzsudzsák keresi a beadó pozíciót, most nyesi középre, 2-0! Remek érkezés Bárány Donáttól, és remek a kiszolgálás Dzsudzsák Balástól. Itt van Dzsudzsák, középen mutatja magát már Bárány Donát, és megelőzi a védőjét. Hát ezért nem fogják megdicsérni. Ahogy bebújtott Bitri mellett, és a bal alsóba stukkolja a labdát. Szép megoldás volt Bárány Donáttól. Nem az a kimondott fejes gól specialista, nem a legmagasabb játékos a mezőnyben, de ezt remekül csinálta. Bumba szaporázza a túloldalon, Diarra még külsővel, hát ez könnyedén feladta valósággal Megyerinek. Jön ki a kapujából Megyeri, de kint marad Farkas. Egyel tovább a labda Skvarkán, nagy helyzet Győri oldalon, és kifejeli a gólvonalról Lagator. És itt hozza el a labdát Megyeri, aztán Farkas ott terem, Skvarkához kerül, és Lagator tudja, hogy védeni kell a kaput. Fantáziadús megoldás volt Skvarkától. Banati, Megyeri! De nézzük előbb Szécsit, remek a labdája, megpattan a lövés, de ott van. Az első mérkőzésén góllal mutatkozik be az új igazolás Jakube Szilué. 85. percben a csereként pályára lépő Szilué góllal járul hozzá a csapat a teljesítményéhez. Lesről szó sem lehetett, Ruizon ugyan megpattan, itt már mutatja magát Szilué, és a két cserejátékos hozza össze a debreceniek harmadik gólját, Szécsi ezúttal. Akárcsak legutóbb, amikor 3 gólpasszt adott, ezúttal is van már egy előkészítése. Meg is pattan a labda Ruiz előtt, és így köt ki a győriek hálójában. Sagoyan bátran viszi be két védő között. Sagoyan a rövid sarkot vette célba, az oldalhálót találta el.